Köszöntöm kedves nézőinket! Önök a Fejvár Televízió sportmagazinját, a Bajnokok Városát látják. Természetesen a hét fő sporteseménye a Videóton FC Basel Európa Liga mérkőzés, melyet ezekben a percekben játszanak. FC Basel 3! FC Basel! Basel! Szóval a Videóton FC Basel találkozó, amit láthatják, a Basel szurkolók már itt vannak Székesfehérváron. Ez a hétfő sporteseménye. Erről természetesen majd egy későbbi adásunkban beszámolunk, hogy minden történt. Addig is nézzük, mi várható ma a Videóton FC-n kívül itt a Bajnokok Városában. A napokban Székesfehérváron járt egy olimpiai bajnok, Berki Krisztiánról van szó, aki lólengésben nyert olimpiai aranyat Londonban. Berki Krisztián egyik fő támogatója egy székesfehérvári cég, az ő meghívására érkezett városunkba. Berki Krisztián, akivel egy hosszabb beszélgetést is készítettünk. Majdnem 2 hónap telt el az olimpiai döntőm óta, és most már ténylegesen lent vagyok a tornateremben napi 2 edzéssel. Muszáj voltam elkezdeni, hiszen novemberben van egy bemutatom a franciáknál, és arra szeretnék nagyon jól felkészülni, úgyhogy ezt az évet most már így végigcsinálom, és jövő januárban kezdődik el a komolyabb felkészülés. És jó lesznek így az edzések, hogy tulajdonképpen nem ez volt betervezve? Talán most már egy picivel jobban. Az első hét az nagyon-nagyon nehéz volt, hiszen akkor olyan izomlázaim voltak olyan bizonyos helyzetekben, pontokon, amiről nem is tudtam, nem is álmodtam volna, úgyhogy most már mondhatom azt, hogy én második héten kicsit jobban vagyok. Menjünk vissza egy kicsit az olimpiához. Te hogyan élted meg azt az egy hetet, amit tulajdonképpen itt fél Magyarország gyomorgörcsel a szervezetében élt meg, ugye az elődöntőben, vagyis elejtezőben ugye leestél, és utána pedig nyertél. Te hogyan élted meg ezt az egy hetet? Én úgy éreztem kint magam, hogy mivel első olimpiám, tényleg egy picit elvitt az a hangulat, ami ott az olimpiai falut jellemezte. Nagyon érdekes helyzet volt, több sportoló, több nemzet, több sportág, úgyhogy egy nagyon jó, úgymond kis család vagy baráti kör jött össze, és egy picit talán el is vonta a figyelmemet az edzésekről. Viszont amikor a selejtezőben hibáztam, akkor tudtam nagyon jól, hogy valamit át kell értékelnem magamban, és este leültem az edzőmmel, Kovács Istvánnal, megbeszéltük, hogy mire kellene jobban odafigyelnünk, és az egy hét, ami a két verseny között eltelt, az nekem pont elegendő volt arra, hogy a döntőben jól szerepeljek. És a fejedben mi járt a döntő előtt? Hiszen azért ez egy olyan sportág, ahol tulajdonképpen egy esély van, nem úgy, mint esetleg más sportágokban, és ahogy te is itt a sajtótájékoztatón utaltál rá, kiszámíthatatlan a kvalifikáció, ugye Pekingben nem is tudtál ott lenni, ki tudja, hogy Rióig mit kell megtenni, tehát benne volt a fejedben, hogy talán ez életed egyetlen esélye erre az olimpiai bajnoki címre? Szerencsére a döntő napján akkor már nem igazán foglalkoztam ezzel, hiszen az volt a legfontosabb, hogy jó hangulatban legyek, jól versenyezzek, és talán erre koncentráltam a legjobban. Titkom biztos bennem volt legmélyen, hogy mit kell csinálnom, vagy hogyha véletlenül nem sikerül, akkor mi fog történni. Én mindig úgy voltam a pályafutásom alatt, és remélhetőleg a jövőben is így fogom felfogni, hogy ez nem lehet tragédia, hogyha én rontok, annak ennél sokkal rosszabb dolgok. Nyilván most egy olimpiáról volt szó, ezért egy picit nehezebb helyzetben voltam, de nagyon örültem a magyar közönségnek, ami kint fogadott a csarnokban, úgyhogy ez egy óriási nem is teher, hanem tényleg plusz energiákat szabadított fel bennem, és ez nagyon jól esett, hiszen ettől tudtam talán könnyebben versenyezni. Ha már szóba hoztad a közönséget, azóta itthon mennyiben és mennyivel ismernek meg esetleg többen az utcán, mennyivel nagyobb a felhajtás körülötted, hiszen egy olyan nemzet vagyunk, aki tulajdonképpen 4 évente a sportlázában ég, és akkor utána ez picit mindig lankad. Hát ezt akarom elkerülni, hiszen nagyon-nagyon fontos lenne nekünk versenyzőknek, hogy ne csak 4 évente gondoljanak ránk a szurkolók és a magyar emberek, hanem tényleg legyenek velünk, ha nem is minden nap, de minden egyes versenyen, hiszen a versenyeink is arról szólnak, hogy folyamatosan küzdünk egymással, megpróbáljuk megverni a legjobbakat, és hogyha ezt minél több ember előtt tehetjük, akkor ez egy nagyon jó érzés, és nagyon nagy örömöt tud nekünk is szerezni, és ezáltal a rajongóknak is. És az tény, hogy az olimpia tényleg nagyon sok mindent megváltoztatott, de az, amit a magyar emberektől kapunk, az egy hihetetlen érzés, és nagyon sokat segít abban, hogy a jövőben könnyebb legyen az edzés. És még egy nagyon picit vissza Londonhoz. Smith-szel beszéltél azóta, vagy milyen a viszonyatok? Ugye megjelent egy hír vele kapcsolatban, hogy ő kijelentette, hogy már pedig az olimpiai bajnoki cím az neki jár, és egyáltalán a szabályok nem jók. Tehát beszéltetek azóta erről, vagy egyáltalán mi a véleményed erről?
nem beszéltünk, és túl sok véleményem nincs is, hiszen én át tudom valamilyen szempontból érezni az ő sértődöttségét, hiszen aranyérmes szeretett volna lenni, ezüstérmes lett, nem úgy jött ki neki az olimpia, hogy ő szerette volna, vagy ahogy elvárták tőle a kintiek, viszont ettől függetlenül nem érzem úgy, hogy ő bármilyen támadást is indítana ellenem, vagy indított volna ezekkel a sajtónyilatkozatokkal, hiszen tudván azt, hogy profi sportolóról van szó, és a szabályokkal tisztában van, és a szabályok kimondják azt, hogy a pontszámom után van 4 perc, amíg az óvást be tudom nyújtani, úgyhogy olimpia után 2 héttel már ő nem pályázhat az aranyéremre, és szerintem ezt nem is ő nyilatkozta, vagy legalábbis nem ilyen formában nyilatkozta, hiszen nem hiszem, hogy bármilyen rosszat akarna nekem. Ha nagyon akarja, akkor a jövőben úgyis találkozunk. De rosszul esett ez neked, vagy rosszul esne neked, hogyha kiderülne, hogy tényleg ezt mondta? Annyira igazából nem foglalkoztat, nyilván nagyon jó versenytársak vagyunk, nem mondom, hogy barátok lennénk, mert azért olyan túl sokat nem találkozunk, mert az embernek túl sok barátja itthon sincsen, ha mondhatom így, úgyhogy engem egyáltalán nem zavar, hogyha tényleg ezt nyilatkozza, át tudom érezni a helyzetét, hiszen én is lemaradtam egy olimpiáról. Nem tudom, hogy milyen érzés szerencsére egy olimpiai aranyról lemaradni, de biztos, hogy az sem kellemesebb, mint mondjuk egy olimpiára nem kijutni. Itt Fehérváron már beszélgettem többek között tusázókkal, atlétákkal, akik azt mondták, hogy az olimpia hatására gyakorlatilag már az olimpia idején elindult egy olyan tendencia, hogy egyre többen jelentkeztek bizonyos sikersportágakra. Te hogyan látod azért a torna? Nem egy kifejezett tömegsportág, bár mégis azért a magyar testnevelés egyik alapját képezik az alap mozdulatok a tornából. Te hogyan látod, többen kezdenek el, vagy kezdtek el tornázni a te győzelmed, illetve vid döntőbe jutása miatt? Én azt érzem, illetve azt látom, meg azt hallom nagyon sok helyről, hogy ez a 2 hét a magyar sportéletre és a civilekre is nagyon nagy hatással volt. És azt tudom mondani, hogy most már jelentkeztek olyan klubokba is kisfiúk, akik szeretnének tornázni, ahol egyelőre csak női szakosztály van. Úgyhogy ennek óriási hatása volt ennek az olimpiának, és szerintem nem csak az én sportágamban, hanem nagyon sok sportágban, ahogy említetted. És ennek nagyon örülök, hiszen titkon ez volt az egyik legnagyobb vágyam, hogy egy picit népszerűsítsem a tornát, és ennek köszönhetően talán többen legyünk, több fiatal jöjjön tornázni, és úgy látom, hogy ezt kezdjük elérni, és a jövőben ezért is kell dolgoznunk, hogy azok a fiatalok, akik tényleg tornázni szeretnének, azoknak legyen rá lehetőségük, legyen megadatva minden nekik, és tényleg jöjjenek ki belőlük a jövő bajnokaik. Buta kérdésnek tűnhet, de egy fiúnak mit mondanál, hogy miért jó tornásznak menni? Én azt tudnám mondani, hogy tornázni azért jó, mert a torna megadja bármelyik sportágnak az alapját. 4 évesen elkezdtem, és olyan alapokat kaptam a rákövetkező 2-3 hónapban, hogy onnantól kezdve szerintem bármelyik sportágat tudtam volna folytatni, hiszen nagyon sok példa volt mellettem, mert nagyon sok olyan edzőtársam hagyta abba a tornát, akik utána más sportágakban sikeresek lettek. Úgyhogy mindenképp azt tudom mondani, hogy a torna egy nagyon érdekes, nagyon változatos sportág, és hát gyerekként meg aztán főleg, hogy a szivacsgödörben ugrálhat, megtanulhat szaltozni, megérzi a levegőt, és ezáltal, hogyha egy fára fölmászik és leesik, akkor nem biztos, hogy össze fogja törni magát. És végül néhány mondatban beszél nekünk arról, hogy mit hozhat számodra a következő néhány hónap. A következő néhány hónap, én januártól számolnám a következő néhány hónapot, és akkor, ha minden igaz, áprilisban vagy májusban van egy Európa-bajnokságom, évvégén pedig világbajnokságom, úgyhogy vannak még következő célok, vannak olyan versenyek, ahol szeretnék elindulni, és tényleg megvédeni az eddig megszerzett címeimet. Ahogy Magyar Zoltán mondta, tényleg most úgy érezzük, hogy mindenki minket akar legyőzni. Ez valahol egy nagyon jó pozíció, viszont valahol tényleg nagyon nagy elvárások vannak felém. Jönnek a fiatalok, ővelük kell felvenni a harcot, de úgy érzem, hogy azért a jövőben tudok én is annyit fejlődni, annyit kiadni még magamból, hogy ne legyen probléma. És éhes vagy még a sikerre? Én nagyon, hiszen ez az, ami motivál. Én nagyon-nagyon szeretek tornázni, és anélkül szerintem nem is tudnám csinálni. Főként, hogy nekem megadattak olyan sikerek, amiket átéltem az életemben a pályafutásom alatt, és ezeket szeretném még többször átélni, úgyhogy mindenképp egy következő Európa-bajnoki aranyérem, vagy egy világbajnoki aranyérem, és adott esetben a riói olimpiai aranyérem az mindenképp motivál. Kitűnően kezdte a bajnokságot az Alba Fehérvár kosárlabda csapata, Branislav Dzonics együttese, eddig 3-ból 3 győzelmet könyvelhetett el. Jön a folytatás, pénteken a Körmend látogat Székesfehérvárra, de milyen Hollisszal elemeztük, milyen derbi várható a Vodafone Sportcentrumban.
Sokan féltették az Alba Fehérvárt a kosárlabda bajnokság 2012-2013-as szezonjától, hiszen meglehetősen nagy volt a jövésmenés a klubnál. Bajnszláv Zunis tanítványai ennek ellenére villámrajtot vettek, három forduló után három győzelemmel állnak a tabellán. A Zalaegerszeget 102-63-ra, a PVSK-t 73-65-re verte hazai környezetben az Alba, mely Szegeden sem botlott, a Szedeák otthonában 99-68-ra nyertek Demian Holiszék. Az Alba Fehérvárnál már harmadik szezonját játszó amerikai légiós kérdésünk értékelte az első három találkozó tapasztalatait. Úgy érzem, eddig mérkőzésről mérkőzésre egyre jobb teljesítmény nyújtunk, ez ráadásul a csapategységre is igaz. Ahhoz képest, hogy még csak három bajnoki van mögöttünk, az egységes csapatjátékunk jól működik, ez alapján azt mondom, ebben a szezonban komoly esélyünk van egy kiugró eredmény elérésére. Visszatérve a csapategységünkre, ebből én is igyekszem kivenni a részem, két újonnan érkezett honfitársam beilleszkedésében próbáltam segíteni. Meséltem nekik az itteni dolgokról, a magyar kosárlabdáról, és számos a mindennapi élethez szükséges praktikus tanácsot is adtam nekik. Természetesen még a játékunk korán sem futott csúcsra, lepattanózásban például mindenképpen javulnunk kell, ez az egész csapatra igaz. Ugyanakkor a támadásaink jól ülnek, próbálunk sok passzal tiszta helyzeteket kialakítani, senki sem egyénieskedik, hanem a csapat eredményességét tartja szem előtt. Az elkövetkező napokban erőltetett menet vár az Alba Fehérvárra. Pénteken a Körmend látogat Székesfehérvárra, majd jövő szerdán Sopronban vizitál a gárda, ezt követően pedig az atomerőműhöz látogat. Az első találkozó tehát a Körmend elleni lesz. A vasiak első négy meccsükből mindössze egyet nyertek, ennek ellenére Demian Holisz kemény összecsapásra számít. A következő ellenfelünk a Körmend, melyen mindig nagy csatákat játszunk, mégsem úgy tekintek erre az összecsapásra, mint egy rangadóra. Ez is egy mérkőzés a sok közül, melyet mindenképpen meg kell nyernünk, hiszen hazai pályán nem engedhetünk meg egyetlen botlást sem. Csak úgy, mint Szegeden, ezúttal is jó, de ugyanakkor gyors játékot kell játszanunk, újra ki kell alakítanunk a tiszta helyzeteket. A triplák jól mentek a legutóbbi meccsünkön, ha újra meglesznek a tiszta dobóhelyzeteink, akkor a hármasok mellett a győzelmünk sem marad el. Az Alba Fehérvár és a Körmend rangadója pénteken 18:30 perckor kezdődik majd a Vodafone Sportcentrumban. Kedves nézőink, Önök jelen pillanatban a Bajnokok Városa utolsó októberi adását látják, így egy picit visszatekintünk. Idén is kiosztották a Junior Prima sportdíjakat, melyen ott volt több fehérvári sportoló, sőt díjazottak is voltak még október elején, erre tekintünk most vissza. Látványos show műsor keretében adták át Budapest egyik elegáns éttermében az idei Junior Prima díjat. A 7000 eurós pénzjutalommal járó elismerést immár 6. alkalommal ítélték oda a legjobb 26 éven aluli sportolóknak, olyanoknak, akik eredményeikkel már letették a névjegyüket, akár a felnőtt mezőnyben is. Az idei 10 díjazott között három fehérvári kötődésű sportolót találunk. Kovács Sarolta öttusázó olimpikont, az Alba Volán kitűnőségét, Hanga Ádám válogatott kosárlabdázót, aki jelenleg Európa legerősebb bajnokságában a spanyol Manresa meghatározó játékosaként lép pályára hétről hétre, és Sofron István, a Szapa-Fehérvár AV 19 csatárát, a magyar jégkorong egyik legnagyobb reménységét. Kovács Sarolta a felemásra sikerült londoni olimpia után, ahol azért ötkarikás csúcsot repesztett a medencében, egy térdműtét után lábadozik éppen. A felnőtt világbajnoki ezüstérmes sportoló érthetően nagyon boldog volt, amikor megtudta, ő az egyik díjazott a Junior Prima díj magyar sport kategóriában. 4 hete volt egy térdműtétem, egy artroszkópos műtét, igazából most már így az életre jól van, edzeni még nem tudok vele, úszni, lőni lehet, de igazából most gyógytornára járok, hogy minél hamarabb el tudjam majd kezdeni a felkészülést, de szerintem még van ennek egy pár hét hátra, hogy mikor teljesen rendben lesz, és el tudom kezdeni a felkészülést. És a lelked hogy van, hiszen azért én azt gondolom, hogy nincs min elkeseredni ezzel az olimpiai szerepléssel, hiszen azért mégiscsak van egy olimpiai rekordod ugye úszásban, de azóta sikerült-e már pozitív irányba átbillenteni saját magadon belül ezt az olimpiai szereplést? Hát a lelkem már kezd jól lenni, tényleg így magamban volt most időm, rengeteg időm volt, hogy magammal letisztáznom ezeket a dolgokat, hát nem jól éltem meg az olimpiát, utána még ráadásul jött egy ilyen térdsérülés, hogy teljesen ez így most így nem 2-1-ben az így nagyon rossz volt, de volt időm átgondolni, és én próbálom tényleg a pozitívumokat leszűrni belőle, és hát remélem, hogy ez a sok
negatív, majd erőt fog nekem adni a jövőben. Tényleg az olimpia, hát az úszás leszámítva nem úgy sikerült egyik sem szem, amit szerettem volna, illetve amit tudok, nem tudtam megmutatni, de remélem tényleg, hogy plusz erőt ad, és hát hogyha amint jól lesz a lábam, megkészülök a következő olimpiára. Mondtad, hogy a pozitívumokra próbálsz fókuszálni. Mik ezek a pozitívumok, amikből elő tudsz meríteni? Mi az, amit te pozitívumként éltél meg belülről, mint versenyző az olimpián? Nagyon sokat tanultam, illetve hát látom most már, hiába mondták, hogy egy olimpia, az teljesen más, mint egy többi nagy világverseny, és hát most már így fel tudok készülni, el tudom képzelni, tudom, milyen egy olimpia, és hát tényleg sok rosszat kaptam, tényleg mindegyik számban voltak hibáim, és hát ezek adnak erőt, hogy ezeket kijavítsam, tudom, mi a hibám, hogy ilyen téthelyzetben mik jöttek ki, és hát így tudom ezt így erősíteni, ezt az oldalát is. És hát itt vagyunk egy olyan eseményen, ami plusz erőt adhat neked. Mit jelent neked ez a díj? Nagyon-nagyon jó érzés, tényleg mondtam, hogy ez az évem nem úgy sikerült, ahogy elterveztem, meg ahogy az előző év nagyon jól sikerült, ez az év kevésbé. Úgyhogy ez az nagyon jó érzés, hogy így elismerik a munkámat, és itt lehetek, és hát ez is tényleg így a gyógyulásomat is segít, így plusz erőt ad, és plusz dolog, hogy meggyógyuljak, és minél hamarabb elkezdjem, és újabb szép eleményeket érjek el. Mesélj nekünk egy kicsit a kulisszákról, hogyan tudtad, meg mikor értesültél erről a díjról, és mit szóltál hozzá az első percekben? Én nyaralni voltam Horvátországban, végre egy kis pihenő, így lementünk így a baráti társasággal Horvátországba, és hát ott a telefon az nem nagyon volt így a kezembe, és így csak esténként néha ránéztem, és egy volt pár idegen nem szám, ami hívott, és hát visszahívtam, és ott tudtam meg igazából Horvátországban, és hát nagyon örültem neki, elhívtak, mondták, hogy a Junior Prima díjnál díjazott vagyok, és hát nagyon-nagyon örültem neki, tényleg ez egy nagyon nagy elismerés, egy életben az ember csak egyszer kaphatja meg, úgyhogy nagyon boldog voltam. És akkor végül hogyan tovább, ugye gondolom idén már nem versenyzel, ez egészen biztos, mik a célok a következő időszakra, esztendőre? Hát először is meg szeretnék teljesen gyógyulni, elkezdeni a felkészülést, jövőre folytatódik tovább a versenyzés, világkupa sorozat lesz, felnőtt EB, felnőtt VB, hát ugye már nem vagyok junior, úgyhogy már csak egy korosztályra kell koncentrálnom, úgyhogy de a legfőbb a cél, hogy kijavítsam a hibáimat, amint tényleg nagyon előjöttek az olimpián, mint vívásban, mint lovaglásban, ezeket kijavítsam, és a többi versenyben mutassam, hogy az tényleg csak egy ilyen félrecsúszás volt, és hogy készen állok a következő olimpiára, és hogy arra készülök. Sofron István az Ebel tavalyi gólkirálya óriási elismerésnek tartja, hogy ő is a jutalmazottak között lehet. Igazság szerint nagyon örülök neki, ugye egy ilyen díj nagyon nagy megtiszteltetés, úgyhogy tényleg örülök neki az, hogy a teljesítményemmel felhívtam magamra a szervezőknek a figyelmét, és hát nagyon nagy megtiszteltetés, úgy gondolom minden sportágban, vagy minden díjazott, aki ezt megkapja. Én úgy tudom, hogy ezt már elég régóta tudod, hogy ez a díj a tied lesz. Mesélj nekünk egy kicsit erről, hogyan jutott tudomásodra, és egyáltalán milyenek voltak az első érzéseid ezzel kapcsolatban? Igen, egy-két-három hete tudtam meg igazság szerint pontosan, hogy meg fogom ezt a díjat kapni, de ugye megkértek, hogy nagyon derüljön ki addig, ameddig a gála el nem jön, úgyhogy titkoltam, esetleg ma mondtam el talán a többieknek, így mindenki gratulált, és tényleg örülök annak, hogy itt lehetek. Mit szóltál, mikor megtudtad? Hát nagyon nagy öröm, ugye főleg egy ilyen nagy rangú díj, szóval sem tudtam jutni talán úgy, mint most, úgyhogy tényleg csak az öröm járt át minden porcikámat. Jégkorongozó azért nem minden nap kap olyan elismerést, ahol azért olimpikonok, olimpiai bajnokok szintén díjazottak. Igen, talán a Kovács Csaba és Hetényi Zoltán volt előttem, akik még talán megkapták ezt a díjat, úgyhogy hát valamilyen szinten reménykedtem benne, hogy talán én is megkaphatom. A tavalyi szezonom remélem, hogy az volt az oka az, hogy tényleg megkaptam ezt a díjat, úgyhogy jó érzés itt lenni ilyen nagyszerű sportemberek között. És akkor beszéljünk egy kicsit az idei szezonról. Milyen most a csapaton belül a hangulat? Ugye nem kezdtük annyira jól a szezont, ahogy elterveztük, de javuló tendenciában van a csapat, egyre jobb meccseket játszunk. Talán most az utolsó meccsen, az utolsó 30 percben megmutattuk azt, hogy mire képes a csapat, fel tudunk állni egy 3-0-ás hátrányból is. Úgyhogy remélem azt, hogy ezt tovább tudjuk vinni a következő meccsekre, hiszen még hosszú a szezon, de bízom abban, hogy ebben a csapatban több van, és a tavalyi szezoni teljesítményt át tudjuk vinni az ideire. De hogyan látod, minek köszönhető idézőjelben az, hogy nem kezdtétek úgy a szezont, ahogy az mondjuk a tavalyi alapján elvárható lett volna? Megváltozott a csapat, ugye voltak cserék,
talán nem a légiós mozgás is változott, ugye jött a Benem, jött a Bailey, nem találtuk még talán azt a közös nevezőt meg így az első 8 meccs folyamán, ami igazán a sikerhez kellett volna. De én érzem most a csapatom, hogy mindenki annyira akar, és meg akarja mutatni azt, hogy mire képes, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy javítani fogunk. Ugye 8 meccs ment el, tehát nagyon hosszú még a szezon. Reálisan hol van a helye, hol látod a helyét a mostani volánnak az Ebelben? Nehéz ezt így előre megjósolni, hiszen nagyon sok csapat beerősített, a tavalyi csapatok, akik gyengébb teljesítményt nyújtottak, azok most sokkal erősebbek, úgyhogy egy nagyon kiélezett mezőny van, ugye jött két új csapat is, tehát mindenképpen a legjobb 8 közé várom a csapatot. Ez a kitűzött cél, mind a város, mind a vezetőség felől, úgyhogy mindenképpen így a középmezőnybe sorolnám a mi csapatunkat. És érzed azt egyébként, hogy Ebel gól királyként külön odafigyelnek rád, vagy jobban odafigyelnek rád, mint mondjuk tavaly? Picit lehet érezni annyiból, hogy készülnek ránk már. Ugye tudják, mi már 2,5 éve együtt játszunk a Godóékkal, tudják azt, hogy talán miket szoktunk játszani emberelőnybe, vagy 5-5 elleni szituációkban. De hát legalább van egy kis nehézsége annak, hogy még jobban kell játszani, még gyorsabban kell lenni, hogy pontokat tudjunk és gólokat tudjunk lőni. De bízom benne, hogy vagyunk olyan jók, hogy ezeket le tudjuk küzdeni, ezeket az akadályokat. És pénteken ugye az első hazai győzelmet várja tőletek mindenki. Hogyan készültek arra az összecsapásra az Innsbruck ellen? Hát ugyanúgy készülünk, hogy a többi meccsre készülünk. Talán egy picivel gyengébb ellenfél az Innsbruck, ugye elég sok gólt kaptak, és nem szerepelnek annyira jól ők se. Úgyhogy egy hazai pályán meg kéne szerezzük az első győzelmet, és én úgy gondolom, hogy biztosra vehető az, hogy nyerni fogunk. Mindenki, még egyszer mondom, nagyon akar, személy szerint én is, tehát mindenki meg akarja mutatni egy ilyen fantasztikus 3500-3000 nézőszámú közönség előtt, hogy mire képes, és kicsit ki akarjuk őket szolgálni. Reméljük, ez a díj is segít, hogy a volán elinduljon felfelé az Ebelben, esetlegesen az ipari mennyiségű sofi góloknak köszönhetően. A harmadik fehérvári kötődésű díjazott sportoló Hanga Ádám az Alba Fehérvár korábbi, és a spanyol Manresa jelenlegi kiválósága a bajnoki rajt miatt nem tudta személyesen átvenni a díjat, így helyette menedzsere Lóránt András tette ezt meg. Először is azzal kezdem, hogy légy szíves, add át Ádámnak az üdvözletünket és gratulációnkat. Ő mit szólt ehhez a díjhoz, amikor megtudta, hogy megkapja? Mindenféleképpen át fogom adni. Nagyon sajnálta, hogy nem tud itt lenni személyesen. Mindannyian tudjuk, hogy a szezon elkezdődött múlt héten. Rendkívüli módon örült ennek a díjnak. Azt kell mondjam, hogy kosárlabda az ideig egy hölgy kapta meg az elmúlt években. Ez egy nagyon nagy dolog, főleg az olimpiai évében, és borzasztóan boldog volt. A fehérvári sport erősségét mindenképpen jelzi, hogy a 10 díjazott közül 3 is városunkhoz köthető. A bajnokok városa stábja a jövőben is szívesen számol be olyan eseményekről, ahol a székesfehérvári versenyzőket méltatják, elismerik. A 2012-es junior primadíj további nyertesei Bor Barna, Karakas Hedvig cselgáncsozók, Harcsa Zoltán ökölvívó, Hidvégi Vitt tornász, Lékai Máté kézilabdázó, Megyeri Balázs labdarúgó és Módos Péter birkózó. Gratulálunk! Kedves nézőink, önök a Bajnokok városát látták, ez volt utolsó adásunk októberben. Szurkoljanak a Vidinek, amely ezekben a pillanatokban játssza hajrát a Bázel ellen. Természetesen műsorunkkal novemberben is jelentkezünk, majd akkor is számítok figyelmükre. Viszontlátásra!